Sziasztok, az én nevem Thomas, és az a második évad a vendéglátós sorozatomban. Itt van mellettem Fanni és Martin. És Liru. És ebben a részben fogunk mutatni nektek egy igazi brazil koktél, nyári füstű koktélről beszélek. És az lesz a caipirinha. Fogok mutatni egy eredeti receptet, vagy az originál receptet, még kettő fantázia receptet. Ha érdekel, tartsatok velem! Sziasztok, itt vagyok újra. Kezdünk is a koktéllal. Egy old fashion pohár és 3 vagy 4 gerezd lime-ot, ami madlerrel összenyomjuk. Barna cukorból 3 kanalat. És zúzott jégről feltöltjük a poharat, és fogok használni egy kászása, a pitu, egy cukornád pálinkáról van szó, vagy cukornád párlat, és abból 6 centet. Utána pár kanállal összekeverjük. Abban a koktélban igazából csak az alkohol van és a jég, szóval érdemes kicsit megvárni, hogy a jég elolvadjon, mert másképpen nagyon intenzív az íze. Egy vastagabb szívószálat ketté vágjunk, és díszítünk egy lime gerezddel. Ezzel kész is van. Egészséget! Vagy megcsináljuk a másodikat, ami egy fantázia. Ebben fogunk csinálni egy erdélyi gyümölcs caipirinhát. Az kicsit könnyebb, mint a sima caipirinha, meg kicsit ízesebb. Minél több erdélygyümölcs használunk, minél ízben gazdagabb. Madlerrel összenyomjuk. Zúzott jéggel felhúzzuk, és a pitúból 4 centet és 2 cent eper szirup, vagy likőr. Szirup is lehetne igazából, de mivel csak 4 centet használtunk a pitúból, így inkább likőrt használunk. Összekeverjük. Egy vastag szívószál. Itt is lehet lime-el díszíteni. Még akár is gyümölcsökkel. Persze ebben a melegben gyorsabban olvad a jég,
azért inkább is fogok szeretni. Köszönöm szépen. Egészségedre. De majd, hogy kérlek ilyet, akkor ne hagyd nekem, mert addigra kérdve szeretném. Itt is lime-ot fogok használni. És a sárga dinnyéből. Félig, és madlerrel rendesen összenyomjuk. Itt lehet csinálni ugyanazt a koktél melon pürével, vagy fagyasztott, de a friss azzal sokkal finomabb, meg sokkal ízletesebb. Húzott jéggel. És a kitagol 4 centet. Összekeverjük. És itt fogunk használni egy barack likőrt, abból 2 cent. Likőr ad hozzá kis cukortartalmat az ízen kívül, és akár barackkal is lehet díszíteni, akár lime-mal. Kikóstolja meg először. Közben szólnak, hogy az operatőr integet, hogy ő is kóstolna egyet. Ezzel elértük a rész végére, köszönöm szépen a Siofox Sailing, aki biztosítja nekünk ezt a helyszínet, és kaptunk azt a lehetőséget, itt tudunk forgatni. Köszönöm szépen Leszi ezt a koktélbárnak, akik itt is kint támogattak minket, és hoztátok az alapanyagokat. Köszönöm szépen az operatőrnek, mindig kihagyom, és nem köszönök neki ezt az időt, meg azt az energiát, amit belefektet, és főleg, hogy nem is látszik, a kamerákon kívül van. Köszönöm szépen nektek, hogy támogattok, és mellettem vagytok, és tetszett nektek az a rész, akkor dobjátok fel egy lájkot. Instagramon, meg Facebookon szoktam írni a következő részeket, és ha bármit szeretnél, hogy milyen koktélt készítsek legközelebb, kommentbe írjátok le nyugodtan. Ezzel be is fejeztem. Köszönöm Fanninak, meg Martinnak, meg Lilunak. Sziasztok, találkozunk legközelebb.